Négyen sérültek meg vasárnap reggel, amikor két autó ütközött össze a 44-es főúton Kecskemét térségében. A repülőtér felé haladt az Audi, amikor a neki balról érkező Toyota nem adott elsőbséget, így összeütköztek. Az ütközéstől a Toyota az útszéli árokba csapódott. Információink szerint az Audiban ülő két férfi és két nő megsérült, őket a mentők a kórházba szállították. Úgy tudni, hogy a biztonsági övük nem volt bekapcsolva. A Toyotában egyedül utazó férfi nem sérült meg. A helyszínen a városi hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve dolgoztak. A baleset miatt félpályás útzár volt érvényben.